Sziasztok, ez a Beszélnünk kell podcast, én Détót Kriszta vagyok, itt van velem állandó beszélgetőtársam, orvostót Noémi, klinikai szakpszichológus. Szia Noémi! Szia Kriszta, sziasztok! Szerkeztünk Filákovics Radojka nevében is szeretettel köszöntünk mindenkit a VMS stúdiójából. Évadot zárunk, Noémi, mit szólsz? Igen, idáig is eljutottunk. Hát ez olyan pillanatok alatt. 12 el, hét. 12 hét, igen. 12 epizód. Na, én nagyon élvezem. Te hogy érzed magad ebben? nekem ez a szerelem projekt most. Jaj, de jó, nekem is, úgyhogy remélem, hogy ti is élvezitek, a hallgatóink. Mi nagyon szeretjük csinálni, és ez vicces, hogy ezt most így mondom, miután a szexről fogunk beszélni ma. Mert hogy a, a, úgy gondoltuk, hogy jöjjön most egy, egy igazán fajsúlyos téma a végére. Az évad végére a szex, a szexualitás, a testünk, meg az, hogy mi mindent tudunk elmondani róla, és vagyunk hajlandóak -e, nevén nevezni, és egyáltalán. Úgyhogy most szerintem tegyünk is egy fogadalmat itt az elején, hogy, hogy nevén fogunk nevezni mindent ma, jó? Tehát ha tudjuk a nevét. Jó, hát igen, <gül> <gül> persze. Két 40-es nő beszélget a szexről, jó lesz. Na, szóval, de tényleg szerintem tök fontos, hogy kimondjunk mindent, ne szépelegjünk, ne óvatoskodjunk, ne ájtatoskodjunk, mert hogy mert, mert úgy, úgy valahogy így szeretünk, vagy így szoktunk erről beszélni, nem úgy finomkodva, mert hát nekik se illik. Hát vagy ö, nagyon naturalisztikusan beszélünk róla, vagy beszélnek róla azért többnyire mindig a férfiak. Mindig más, mindig más. Igen, mindig más, mindig más. Vagy pedig valóban így leöntjük valamilyen sziruppal, vagy egyáltalán nem is beszélünk róla, mert hát, ó, hát persze, hogy ez, 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 magánügy. Ez, ez, ez magánügy, és nekünk ezzel nincsen probléma. Egyszer eljött hozzám egy pár, és és akkor mondtam, hogy hát itt azért beszélgetni fogunk dolgokról, többek között például a szexuálitás. Ja, nem, arról nem. És <laughs> aztán végül okay. sikerült kibontani őket ebből? Hát, azért sikerült, igen, <laughs> Jó. hogy végül is csak szóba elegyedtünk egymás és ez a téma is bejött. Szóval a terveink szerint lesz itt minden, már verbálisan természetesen, punci, most gyakorlok, vulva, vagina, klitorisz, pénisz, orgazmus, szeretkezés, maszturbálás, pornó és mindenféle szexuális fantáziák. Ezekkel készültem már Na. Na. Szóval. Kezdjük. Szerintem kapcsoljuk fel a villanyt, és kezdjük így rögtön azzal, hogy, hogy miért, miért kapcsoljuk, kapcsoljuk le a villanyt. Miért kapcsoljuk le a villanyt? Hát, um, egyrészt a szégyenkezés miatt, ami akármennyire is azt gondoljuk, hogy á, nem, ez nem része annak, ami két ember között történik, mégis nagyon sok szégyenérzet tapad a testünkhöz, mindahhoz, ami a testünkkel és a testünkben történik, és mind ahhoz, ami két ember testével történik, és akkor ezt így szeretnénk nem látni. És van, amikor azt mondjuk, hogy ezt a szégyenérzetet így megpróbáljuk megmagyarázni, hogy hát a fantáziának akkor több tere marad. Uh -huh. Köszi. Köszi. <laughs> Igen. Igen. de uh, ez honnan jön ez a szégyen meg, hogy, 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 tehát igazából ez a szégyen érzet, ez, ez átgyűrűzik, hogy most itt tűnünk ruhában, és, és úgy is egy kicsit szégyelősködünk. Ho, hol, ho, hova nyúljak, hol, hol van, hol, van a, hol van a gyökere ennek? A nagy kérdés, hogy mi a test? És hogy mi a test, Az azt örököljük kulturálisan. A test az egy olyan dolog, ami bűre hajlamos, ami bűre fogékony, amit folyamatosan regulázni kell. Ugye ebben növünk fel a keresztény kultúra szerint a, a testet, Valahogy így korlátok közé kell nem tudom, én, kényszeríteni, mert különben mindenféle bűnös vágyak ébrednek benne. És hát ezek a bűnös vágyak, ezek, ezek rettenetesek és bűnösek, történik, ugye, ahogy mi történik, ugye, hogyha engedünk a testi vágyainknak. Tehát, hogy van egy ilyen nagy örökségünk, ami, ami már erről szól, hogy hogy, a, hogy a, a testnek a vállalása, a megélése, a, egyáltalán a megismerése, az, az egy tiltott dolog. Hát hány meg hány évszázadon keresztül szeretkeztek, akár úgy, hogy volt egy kis lyuk a lepedőn, és... Azon keresztül történhetett hmm. meg az aktus. Egy tisztességes nőt a férje nem láthatott meztelenül, egy bokának a kivillanása az már egy olyan ö, skandalum számba ment, egy olyan erotikus felhívó inger volt, amit tisztességes nő nem tett meg. Ö, úgyhogy az, hogy a... kapcsoljuk le a villanyt. <laughs> és, és, csak és kizárólag sötétben, de leginkább sötétben, mert hogyha láthatóak vagyunk, az zavaró, annak bizony hosszú évszázadokra visszanyúló története van. Igen, de ez a történet, ez, ez a történelem, ez nem állt meg, tehát azért itt volt egy szexuális forradalom, voltak lerepülő melltartók, stb., és még, még így is szégyenkezünk. A változás az elindult, de egyébként nagyon érdekes, amikor például szülőkkel beszélgetek, akiknek pici babájuk van, és mondjuk egy nőnek születik egy kisfia, és olyan furcsán, félve, idegenül nyúl a saját gyerekéhez, mm. hogy Úristen, ezzel a testtel most akkor hogy is legyek, hogy hogyan töröljem, hogy hogyan érjek hozzá. Hát hogy. Miközben hatalmas változások történtek valóban, tehát a meztelenséget látjuk filmekben, bárhol szembe jön veled, a viszony a saját meztelenségünkhöz és a saját testünkhöz az bizony még fejlesztendő, hiszen még rengeteg ö, tabu övezi ö, ezt az egész témát. Úgyhogy hogy úton vagyunk, persze, mm. hát, hogy nem a ö, nem, tehát 200 évvel ezelőtti viszonyok között élünk, de még mindig, még mindig nagyon sok megdolgozni való van, még mindig nagyon sok ö, szégyenérzet, nagyon sok olyan, ja Istenem, ne is beszéljünk róla, érzést tapad ehhez a témához. Pedig gyerekként, kisbabaként nem szégyenlősen születünk? Hát nem, az, a szégyenkezés az ez egy tanult dolog. arra valóban megtanítanak egy kisgyerek, szaladgál, és hát ki ne látott volna olyan kisgyereket, tehát szinte minden kisgyerek letépi magáról a pelust, és meztelenül imád rohangálni, és élvezi a saját testét, élvezi a, a pucérságát, élvezi azt a felszabadultságot, hogy, hogy nincs rajta semmi, ami eltakarja, ami szorítja, ami, ami nem tudom én így korlátok közé kényszeríti, és felfedezi a saját testét, és hát azt tudjuk, hogy az erogén zónák, azok nem valamikor felnőtt korban kapcsolnak be és válnak ingerelhetővé, hanem az már a magzati korban is megvan. Tehát, hogy már ott lehet tudni, hogy igen, a genitáliáknak a környéke az sokkal érzékenyebb, hiszen sokkal több idegvégződés található azokon a testrészeken ami azt jelenti, hogy ha az inger, inger, inger éri ezeket a testrészeket, akkor nyilván egy izgalmi állapot a, 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 alakul ki. Tehát a kisgyerek oda nyúl és felfedezi, hogy az olyan jó érzés oda nyúlni. Mit kap első reakcióként, nem veszed, el onnan a kezed, fúj, mit csinálsz? Nem szabad oda nyúlni, ne csináld ezt. És ott van mellette az a reakció, hogy úristen valami rosszat csinált, ami ebből a reakcióból ő ezt éli meg és elindul ennek a szégyennek a kialakulása. Jó, de helyett akkor mit mondjon a szülő? Persze, csinál csak? Vagy hogy? A, hogy, ö, hogy lenne erre a jobb reakció? A gyereknek el lehet mondani, hogy a testednek ezt a részét megérinteni, az egy kellemes dolog, ezt nem csináljuk mások előtt. És ezzel már megadom a gyereknek azt, hogy igen, ezt lehet, de kijelölöm azt is, hogy hol lehet ezt csinálni. Mm. Tehát, hogy nem egy tiltást kap, egy eleve, tehát ugye soha, és fúj, és aki ilyet csinál, az, az tényleg tilosban jár, és, mm -hmm. Ö, hanem megerősítem, hogy igen, ez, amit, amit érzel, az valós érzés. Az az természetes, hogy megéled, az, az igen, az helyén való, de ennek megvan a maga tere és megvan a maga ideje, hogy ez mikor történhet. Tehát, hogy nem építem be a, a, a teljes tiltást véletlenül se, és különösen nem egy ilyen, ugye már a teljes tiltás, az mindig kapcsolódik egy bűntudat és szégyenérzés. E, és te például mit gondolsz arról, hogy a mesztelenség a családban egymás előtt mesztelenkedés, tehát mesztelenkedés, tehát most nem öncélú mesztelenkedésre, vagy nem tudom, magamutogatós mesztelen, nem tudom, ez meg, meg, olyan hülyén fogalmaz az ember, de tényleg nem baj, majd remélem, hogy az epizód végére egy kicsit én is belelazulok ebbe, szóval, hogy, hogy egymás előtt mesztelenek a családtagok apa elmegy egy alsó gatyáért, mesztelenül a nem tudom, a fürdőszobába, ahol éppen a gyerek mosakszik. Ez oké? Okay. Minden család máshogy ö, alakítja ki az, ezzel kapcsolatos kultúráját. A kérdés az, hogy határátlépés történik-e? Tiszteletbe tartjuk-e egymást? Például én azt gondolom, hogy a gyereknek jó, hogyha ö, elkezdjük már akár kicsi korától kezdve megtanítani, sőt, ez kötelező lenne, hogy a saját teste az övé, és ez azt jelenti, hogy hogy amikor például ő vécére megy, akkor én nem nyitok be rá ö, akkor, amikor már nem... Ö, nincs erre szüksége. Nincs erre szüksége, amikor már nem ö, kell az én nem te én segítségem, hogy fogja őt ott, tehát amikor már nem annyira pici baba, akkor elkezdem szépen fokozatosan a gyerek életkorának, érettségének megfelelően arra szocializálni, hogy van olyan, hogy privát szféra hiszen ezzel egyfajta tudatosságot is kialakítok, hogy, hogy a teste egy érték, a teste az az övé, ehhez a testhez van egy viszonyunk, és én ezt a viszonyt, ezt tiszteletben tartom bekopogok, amikor, amikor belépek a szobájába például, hiszen ugye majd beszélünk erről is, hogy masturbáció, és amikor a gyereket így rajta kapom, mert rányítok, akkor ez egy olyan nagyon kellemetlen, nagyon rossz élmény tud lenni, ami aztán utána akár a párkapcsolatban a szexuális együttléteket megnehezíti, vagy akár el is el, el is lehetetleníti. Ugye a, a szexedukációnak a mai formája az gyakorlatilag az, hogy valamikor a, a gyerek kérdez, és akkor arra próbál a szülő ilyen meg, megúszósan válaszolni, éppen hogy csak annyit, amennyit nagyon muszáj. Aztán jön az iskola, ahol a jó esetben van mondjuk egy, a tananyagnak csak a biológia órán van része, ha én jól tudom, vagy a tananyagnak csak biológia órán a része a szexedukáció, de nagyon sok iskola csinál ilyen szexedukációs foglalkozást, de ott is mondjuk külső segítséggel, vagy külső szervezetek bevonásával, edukátorok bevonásával, de ott is inkább a a betegségekre, a veszélyekre fókuszálnak. Arra, hogy hogy előzzünk meg dolgokat. Én azt látom, hogy a, az élvezet része az valahogy kimarad az edukációs folyamatból. Hát hiszen azt kimondani, hogy egyébként mi mindannyian fizikai és ezen keresztül szexuális lények vagyunk, akiknek a teste az képes az öröm élményre, az öröm örömszerzésre, ehhez kell egy érettség, hogy, hogy erről fesztelenül tudjunk beszélgetni. És nyilván, amikor nem tudsz valamiről fesztelenül beszélgetni, akkor kerülöd a témát. És nagyon vicces, hogy mire a szülő azt gondolja, hogy a gyerekről Gyerekkel, erről a témáról már beszélni kellene, addigra a gyerek már nagyjából mindent tud. Természetesen azon a szűrőn keresztül kapva az információt, ahol a, mondjuk a lelki dolgok, vagy ennek az olyan igazi emberi tálalása, az, az nem, nem cél. Mert pornó tájékozódik, ahol egy egészen eh, kitekert egy ilyen, egy ilyen az emberi működéstől kifejezetten idegen eh, bemutatását kapja a testnek, a szexuális együttlétnek, eh, akár a saját testeddel való kapcsolatnak, mondjuk a maszturbációnak, vagy, vagy, vagy akár az aktusnak. Szóval, hogy Na az olyan nincs. És mégis a, igen. Az, azt látja és azt gondolja, hogy ennek így kell működni, és ennek így kell megtörténnie. A fogom még a pornóról beszélni. Egyébként, a, csak ide most beszúrnám, a, volt egy cikke a Gyurkó Szilvinek, a, a kiváló gyerekjogi szakembernek a VMN-en, amiből az derült ki, egy kutatást idézett bennem, hogy a 11 éves gyerekeknek a leggyakoribb kereső szava az interneten a pornó. Igen. 11 éves gyerekeknek. Tehát, hogy ez tényleg nagyon hamar kezdődik, mert hogy valahogy... Tehát, hogy a gyerek hogy meg... Nem, nem, kezdődik, hanem így születünk, hogy, hogy egy testbe születünk, ami, ami, ami már magzatkorban, ugye, erogénzónákkal bír. Így van, <laughs> így van. és persze, Pont ez a probléma, hogy azt gondolják a szülők is, hogy ez majd valamikor el fog kezdődni a gyereknek egy ilyen késői ö, életkorában, ami nem tudom én, a, a múlt század elején, amikor a kamaszodó fiúta, az apuka ugye felvilágosította, vagy ö, adott esetben elvitte egy egy bordéházba, ahol az örömlányok bevezették őt a szexualitásnak a világába. Szóval, hogy azt gondoljuk, hogy ezt sokára ö, kell megtenni, miközben Folyamatosan ö, ö, reflektálunk arra, hogy a gyerekünknek van teste, és az működik valahogyan. Ö, a gyerek egyébként érdeklődik, kérdez a legtöbb esetben, és hogyha ha jó válaszokat kap, az befolyásolja a saját testképének a, a saját. Ö, akár az önbecsülésének a fejlődését. Hogy nem azt éli meg, hogy hát vagyok én itt egy testbe zárva, és ezzel a testtel így, hát, na, hát, na, hogy nem vagyok jó barátságban a testemmel. A testi identitás, az az identitásunknak egy nagyon fontos eleme, amit nem lenne szabad elhanyagolni. És nyilván minden kornak megvan a, a maga szókészlete, tehát nem lehet egy öt éves gyereknek, vagy három éves gyereknek ugyanazt, a szöveget ad, leadni vagy elmondani, mint egy 13 évesnek. De akkor ezek szerint, ha jól értelek, akkor, akkor, akkor lehet és kell is transzparensen kommunikálni a testről, akár a Akár a, a punciról, a kukiról, arról, hogy ott Ez, mi esik meg, jól, mi nem esik jól. Hát figyelj amikor ö, egy, Már az egészen pici gyerekekkel is. Így van. Ha. Hát amikor megtörölgeted a babádat a fürdetés után, akkor ugye mondjuk, hogy így, akkor most megtöröljük a kis nyakadat, jaj, most a kis hónodalját. És akkor a gyerek már érzékeli, akár csecsemőkortól kezdeni, hogy de amikor ott törölnek, akkor mély hallgatás van. Akkor nem beszélünk róla. Hát beszélünk róla. Nevén nevezem. Nem, nem kezdek el egy ilyen jaj, akkor most nem érmesen elhagynom, most csak csinálom, oda se nézve akár, hanem kimondom, azt is beemelem, a, a, a testi tudatosságát építem a gyereknek azáltal, hogy megnevezem, hol az orrot, hol a fület, hol a szemet, hol a nyakad, nem tudom én, hol a vállad, és igen, azt arról is beszélünk, és hogy hol van, és, és ha egy nevet adok neki, az bármi lehet egyébként. Mondhatom, punci, kuki, akármit, kitalálhatok valami olyan nevet, ami nyilván vigyázni kell arra, hogy ne, egyen, ne egy ilyen, tudom én, szégyenteljes vagy lekicsinlő uh -huh. valami elnevezés legyen, ami aztán utána mondjuk beépülve úgy bántó lehet. Um, ugye az, azért is érdekes ez a, a, az egész szexedukációnak a hiányosságai otthon is meg... meg, meg... Intézményesebb keretek között is, mert hogy, hogy akkor már ott elakadás van, hogy hogyan nevezzük nevén, hogy, hogy mi mire való, hogy mi, mire nem való, és hogy mi. Egyetlen, hogy, hogy hogy működnek ezek a dolgok. Tehát, hogy igazából már ott elakadunk, amikor a test megnevezéséről beszélünk, meg hogy, hogy erről szabad és kell, is nyíltan beszélni. És arról, hogy ezek a testrészek, ezek, ezek, ezek milyen összefüggésben vannak a lelkünkkel, és hogy a, az élvezet hogy jön létre, és hogy ez nem egy bűnös dolog, tehát arra meg aztán tényleg nem tanítjuk meg a gyerekeinket, hogy hogyan élvezzék, hogy nekik van testük, hogy az nem baj, hogy nekik jól esnek bizonyos érintések, hogy, az, hogy lehet, jó dolgokra használni, jó értelemben azt a testet. Ö, tehát, hogy itt azért én érzek egy elég komoly hiányosságot már, a, már a, a tanítás folyamatában is, hogy az élvezet részére gondolok most. Tehát, hogy a szex az élvezet. Az, az, a szexnek nem feltétlenül az a célja, úgymond, mint amit a, pornóban, a pornófilmben látunk, hogy a férfi élvezzen. Mert a pornófilmben ez a szex célja. Igen, De. és nagyon gyakran ezt gondoljuk egyébként, hogy a, a szexuális együttlétnek a, a célja és a vége, tehát hogy na, akkor most akkor befutottunk a célba, az az orgazmus igen, gyakran, hogy ábrázolják a pornóban, ott a férfi ejakuláció jelenik meg, mint cél, és akkor innentől kezdve készen vagyunk, és... Erre van egy számom. Na. A Pornhub pornóoldal, internetes pornóoldalnak azt hiszem 2017-ben volt egy felmérés, ahol megnézték, hogy, hogy konkrétan tartalmi elemzés, és 18 ában látható női orgazmus a pornófilmekben és az összes több... a férfi meg mindig. Mm -hmm. tehát, hogy na, Ugye, nem véletlenül ez... ö, indult az el, hogy női ö, pornó, tehát női rendező által készített pornófilmek is megjelentek már, hiszen meg volt rá az igény, és hogy egészen más, hogy ö, nyúl egy nő ehhez a témához, hiszen ö, felfogja, hogy, hogy itt van egy ilyen nagyon komoly hangsúlyeltolódás ugye a hagyományos pornófilmekben, ahol valóban kiszárólag arról szól a történet, hogy a férfinak jó legyen. Itt beszéltünk korábbi műsorban arról, hogy hogy a, az egyensúlyeltolódás az mennyire jellemző a kapcsolati térben, a párkapcsolatokban. Nyilván ez leképeződik például az, a, ágyban, a, is. az ágyban is, és a, a pornófilmben is. Um. Tehát ezzel a, tudod a, Igen. miért szexelünk? Szerintem ez miért egy szexzelünk? nagyon, Na, nagyon fontos kérdés. Ezekkel kellett hogy... volna kezdenünk. Hogy miért szexelünk? Miért miért, 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 miért szexelünk? Miért uh -huh. uh, én azt gondolom, hogy a, a szexuális együttlét az a párkapcsolati létezésnek egy területe. Uh, ami, ami elválaszthatatlan két embernek a kapcsolatától. Most nem arról beszélek, hogy ennek mennyinek kellene lenni, hányszor kellene megtörténni, de hogy ez része a, a kapcsolódásnak. Ez egy, ez egy lehetősége a egymás megismerésének, ez egy lehetősége a közelkerülésnek, ez egy lehetősége a kapcsolat megerősítésének, ez, ez egy lehetősége a, a stresszoldásnak hiszen, hiszen erről is szó van, amikor, amikor egy, egy kielégítő szexuális élményt élünk meg, hogy akkor utána tényleg az ember azt érzi, hogy most úgy, na, kicsit megnyugodtam, az a feszültség, ami elő, eleintebb vagy előtte bennem volt, az most így, így oldódott. Igen, ez is, ez is a, a, benne van a, ebben, a, ebben a történetben. A, e, biztos te is e, ismered a Gwyneth Paltrónak a Goop Lab sorozatát a Netflixen. Én e, a, engem rendkívül irritál Gwyneth Paltrow, ezt bevallom, meg ez az egész, ez az egész dolog, amit ő így csinál, de közben meg azt kell mondjam, hogy hogy amikor láttam a, a Netflixen ezt a, ennek a sorozatnak azt a bizonyos női orgazmusról, női vagináról, vulváról, és egyáltalán női Szexualitásról szóló részét, akkor azt kellett mondanom, hogy ez tv történelem, és emelem a kalapom, aki ez nem a reklám helye, hanem tényleg olyasmi olyan volt az egész, mint egy ilyen. nem is tudom, egy friss levegő, hogy, hogy úgy beszéltek, úgy beszélgettek a, a női testről, a női orgazmusról, és a, 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 a nők saját testük való viszonyáról, meg a nemi szerveik való viszonyáról, ahogy eddig soha pláne tévében nem. Ez a The Pleasure is Ours, az volt az epizód címe, részünkről az öröm, a magyar fordítása. És ebben az epizódban meghívtak egy, hát egy legendát, Betty dodson aki egy szexedukátor és, és coach, és éppen nem olyan régen, november elején hunyt el, 91 éves korában egyébként. Mm -hmm. Egy legenda nő 70-es évektől fogva több ezer nőt tanított meg maszturbálni. Szerte a világon, szer, szerte a világon orga, hogy, hogy milyen a női orgazmus, hogy, hogy a női orgazmust hogyan lehet elérni, akár önmagattól, és szabadított föl nőket, és ebben a, ebben a részben teljesen belemennek ebben a, ebben a. A témában a 16. percben látunk uh, vulvákat, például megtudjuk azt, hogy a vagina és a vulva nem ugyanaz, mert ugye uh -huh. a vagina az a szülő csatorna, a vulva meg a kisajkak, és a körülötte lévő, uh, nem is tudom, hogy azt hiszem úgy mondja a betű, hogy exciting stuff, vagy valami ilyesmit, hogy az izgalmas részek körülötte. A 33. percben pedig megmutatnak egy nőt, ahogy, ahogy önkielégít és, és mindezt meglehetősen ízlésesen csinálják. De szóval az, hogy ez így, ez így televízióban lemegy, az meg kell, még akkor is, hogyha egy streaming szolgáltató tűzi műsorára, akkor is egy, egy, egy tévétörténelmi pillanat volt, és, és beszéljünk egy kicsit erről. Azért, mert, mert hogy itt vagyunk 2020-ban, és hogy ez ekkora szám, hogy erről készül egy dokumentarista soroz, vagy sorozat, epizód, az engem azért meglep. Tehát, hogy tényleg, tényleg öm, ott tartunk, hogy megmutatunk egy női nemi szervet egy olyan, öm, egy olyan műsorban, ami arról szól, hogy női öröm, és női, női szex, és, és női test, hogy ez egy ilyen húha, és erről, erről újságcikkek százai születnek. Szóval mi, mi van a női nemi szervvel kapcsolatban, ami ennyire, ennyire nem is tudom, ilyen, ilyen fura, fura hozzáállásokat, meg attitűdöket szül. Már a nyilvánosság előtt is. Ugye egyáltalán hát most tenni. próbáljuk a, hely, a helyére tenni, hogy hogyan is van a nő a saját testével. És azt hiszem, hogy, hogy egy olyan korszakban élünk, amikor kvázi Lehetőségünk van arra, hogy birtokba vegyünk, vegyük a saját testünket, hogy azt nem más használja, nem más mutatja meg, hogy annak milyennek kellene lennie, és milyen célt szolgál, ugye mondjuk a, a férfi ö, orgazmusát, hanem hogy nekünk is van már bátorságunk, arra, hogy azt mondjuk, hogy aha, hát benne élek ebben a testben, és szeretnék egy jó viszonyt ápolni ezzel a testtel, és szeretném azokat a szégyenérzéseket, azokat a gátlásokat, amiket pici gyerekkoromtól szépen téglánként pakolok be, meg pakolnak be mások az én lelkembe, ezeket lebontogatni. És azt gondolom, hogy ez a. Ez a mm, epizód, ennek a sorozatnak ez az epizódja, egy, ez egy nagyon fontos mérföldkő ebben, hogy valóban úgy bemutatni a, a nőnek a testéhez fűződő viszonyát, a, a, a saját örömszerzését, hogy az, az, nem taszító, az nem közönséges, az nem... Az nem um, nem is szemérmes egyébként, tehát hogy, hogy nincs egy ilyen áll benne, hanem bátran, kimondva és nagyon ízlésesen megmutatja, hogy igen, a testünk az egy jó dolog, az képes nekünk örömet szerezni, ez a, az egy örömforrás, a szexualitás egy örömforrás, és ebben nincsen semmi rossz, mert hiába mondjuk tudati szinten azt, hogy hát tudom én, hogy ebben nincsen semmi rossz, hogyha igazán mélyen elbeszélgetünk egymással, mondjuk zárt ajtók mögött, nők, mondjuk a praxisban, akkor azért rendre kiderül, hogy hát nem egészen úgy történnek a dolgok, mondjuk a párkapcsolatban a szexualitás terén, mint ahogy az, az mondjuk az jó lenne, hogy mennyire nehéz mondjuk kimondani azt, hogy figyelj, most egy picit lassabban, most egy picit arrébb, most egy picit így, most egy picit úgy szeretném, hogy, hogy van egy, 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 vágy az emberben, és, 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 nem meri kimondani, mert egy tisztességes nő az nem mondja. Vagy, vagy, egy, egy szerető társ nem bántja meg azzal a másikat, hogy, hogy kimondja, hogy az ott neki nem annyira kellemes, az a más, valami meg inkább kívánatos lenne. Tehát, hogy hogy magunkkal kapcsolatosan is rengeteg szégyen érzet, és hogy a párkapcsolatban mi engedhető meg, mi vállalható fel, azzal kapcsolatban is nagyon sok téves elképzelésünk van. De itt például az derült ki, hogy nagyon sok felnőtt nő, és ezek tanult felnőtt, tényleg szabad világban élő nők, akik nem, nem ismerték a Saját csiklójukat, nem ismerték a saját ö, vaginájuknak, vulvájuknak a felépítését, ö, hogy hogy működik, hogy hogy lehet a, a, az élvezeti, ö, tehát hogy, hogy mit kell azzal csinálni, hogy az jó legyen, érted? És nagyon érdekes, hogy még maga ez a, ez a ö, szexedukátor nő, Betty Dodson is mondta, hogy neki is a, a, a pályája elején ö, volt olyan, hogy volt egy szerelme, akivel együtt élt, és egy férfi és mondta neki, hogy hogy hát ő, ő szégyeli, hogy hogy néz ki neki ott lent a puncia, mert nem úgy néz ki, ahogy a, ő azt pornófilme vagy itt ott szexképeken, vagy akármilyen újságokban látta. Igen, Ábrám, mondja, Tehát, hogy egy nem rózsaszín, nem egyforma, mit tudom én, nem igen. tudom. És akkor erre megnézte a férfi, és azt mondta, hogy ránézett, és azt mondta, hogy hülye vagy, hát ez ez gyönyörű, és Persze, hogy nem olyan, viszont nézd meg, itt van egy másik kép, ilyen. Mert hogy annyi féle tud lenni, de hogy tök sok nő meg se nézi magát. Igen, ugye a Bettinek ezek a e, szexedukációs foglalkozás ezek ezzel kezdődnek, hogy levetik a nők, és megnézik tükörbe magukat, és rácsodálkoznak felnőtt nők, mert egyébként hát nem nézzük meg magunkat. Hát ez az ez, ez milyen abszurd, nem? Tehát, hogy amikor így belenézel ebbe a műsorba, és így látod, hogy ja, hogy akkor ez ilyet csinálnak, akkor azért, hogy a legtöbbünknek a fején át uh, suha, hogy mhm. Uh -huh. szóval, hát, hogy képes lennél. Hogy... Te képes lennél elmenni például egy ilyen, egy ilyenre, hogy ott nekivetközöl tök ismeretlen nők. Ott, ahol te nem orvostót, Noémi, sztárpszichológus vagy, hanem nem ismer senki, mondjuk, nem tudom, New Yorkban. Te beülnél és most egy ta, ilyen körbe. ki, hogy Hát szakmai kíváncsiság. <laughs> <most. gül> De most komolyan tökre érdekel, hogy, hogy, hogy mert én nem vagyok benne biztos, hogy erre kész vagyok, nem tudom. Most, hogy megnéztem a filmet, talán. Most így a COVID idején azt mondom, hogy persze, New York, ne, ne táncolj ki a választ elő, de most tényleg. Engem nagyon érdekelne egyébként, hogy Aha. milyen hangulat tudott kialakulni, és az a fajta felszabadultság, az hogyan születik meg egy ilyen közegben. Akár benned is. Ak akár bennem is. akár mm -hmm. bennem is. Szóval ott volt, ültek ezek a nők, megnézték magukat tükörrel, megnézték egymást, és az is kiderült, hogy egymás testével kapcsolatban sokkal kevésbé vagyunk kritikusak, mint a saját testünkkel kapcsolatban. Ja, hát minők? ugye van ez a mondás, hogy ha, mi lenne, ha úgy bánnál magaddal, ahogy egyébként a barátoddal, vagy egy közeli ismerősöddel bánsz. Tehát, hogy Tényleg ez van, hogy sokkal szebben bánunk adott esetben egy másik emberrel, és tudunk támogatóbbak lenni, mint amennyire ezt magunkkal szemben meg tudjuk valósítani. Rengeteg kritika hangzik el. Öm, a, vagy, vagy lehet, hogy sem mondjuk, de ott a fejünkbe ott cikáznak mondatok, ö, nem tudom, ilyen leértékelő kifejezések magunkra, és észre se vesszük, hogy, hogy hogyan bántjuk magunkat, bántjuk a saját testünket is. Ugye nagyon sok nőnek például a, a szexuális együttlét során nem nem az elengedettség az élménye, hanem az, hogy ja Istenem, akkor most, hogy nézek ki? Vajon milyennek lát engem a párom, látja e a narancsbőrömet, látja e hogy most, hogy akkor így egy kicsit így előrehajok, akkor vajon már nagyon lúga mellem, vagy még nem lúga annyira? Szóval hogy folyamatosan azt monitorozzuk, hogy hogy nézünk ki, vajon hogyha minket filmeznének, akkor hogy néznénk ki, ahelyett, hogy beleengednénk magunkat az élménybe. És egyébként tényleg így van, hogy nagyon sokszor ugye a, a nők kritikusabbak magukkal, mint amennyire mondjuk egy férfi lenne. A férfinek meg se fordulnak azok a gondolatai a fejében, hát hány meg hány olyan paciens, amelyek mondja, hogy és akkor mondtam a férjem, hogy nézd meg ezt a narancsből, nem is látom rajtad, nem látja a másik, mi pedig gyötörjük magunkat ilyen, ilyen, tudom én, ilyen leértékelő gondolatokkal. Az volt még nagyon érdekes, hogy, hogy egy mondat, hogy valahogy valamelyik lány mondta, hogy, hogy különböző. Különböző dolgokat kell ahhoz csinálnia. Mondjuk, ha lefut 5 kilométert, akkor úgy érzi, hogy jobban megérdemli az élvezetet, az ő teste. Mert tett valamit azért, hogy... És, és a, 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 egy másik szexedukátor, nem a Betty, mondta nekik, hogy a tested megérdemli az érzelmet. És ezzel most nem azt mondom, hogy ne fuss le 5 kilométert, mert rohadt jó sportolni, és teszed? nagyon fontos. Ugye? Csak a... Igen, na mondd, mondd, Ami, mond. Miért a kérdés, hogy... Kell előttem egy nyilván lefutni 5 kilónt, az azért tud fárasztó lenni, nem tudom én. Tehát, hogy kell magam büntetni ahhoz, hogy valami Na Ez jóra érdekes legyek, jogosult. Vagy a, a, a jóra csak úgy is jogosult vagyok. Ez egy nagy kérdés egyébként, hogy hogy, hogy nősz fel, hogy hiszed-e azt, hogy egyébként te jó vagy, te szerethető vagy, te, te megérdemled azt, hogy téged kényeztessenek például. Ez nagyon izgalmas dolog, hogy hogy a szexuális együttlét során például ki mennyit ad a másiknak és hogyha te kapod, akkor bele tudod-e engedni magad abba a kényeztetésbe, nem. vagy azt érzed, hogy nem, mert mert Úristen, ez, ez már neki már biztos sok, már elunja, vagy ez már most ö, nem is ferve lesz szemben, vagy Úristen, más nőnek ennyi idő alatt már biztos három orgazmusa lett volna, és már elindul egy ilyen, egy ilyen, ö, egy ilyen rossz érzés, ami aztán a pont a lényeget lugozza ki a szexuális együttlétből. És eljut mondjuk odáig a dolog, hogy, hogy erre is van valami felmérésem, csak nem tudom, hogy hol, mert itt nagyon sok a papír előttem, de szerintem ez nem kell felmérés, hogy tudjuk, hogy mennyire sokan megjátszák az orgazmust, uh -huh. és milyen, so, milyen sok nő él le úgy évtizedeket, hogy nincs orgazmusa. És hogy ez is, valahol én azt látom, hogy ez is ennek a gondolatnak a folytatása, hogy, hogy hogy nekem orgazmálnom kell ahhoz, hogy itten egy sikeres szexuális együttlét jöjjön létre, és utána előgedett legyen a férjem, hogy akkor ő most megtette, mert ugye ő is azt hiszi, hogy ez attól lehet csak sikeres, hogyha én nekem is orgazmusom van. Jó esetben, mert egyébként meg egy csomó ember, van, van egy csomó olyan pár, ahol a férfi körülbelül tesz magasról arra, hogy a nőnek van-e orgazmusa. De szóval, hogy van, van -e, lehet ennek, a, tehát az orgazmus megjátszása mögött is lehet valami ilyesmi, nem? Hát a kérdés itt megint az, hogy miért történik. Azért történik-e, mert egyébként nincs neki, nincs a nőnek. Lehet, hogy még egyedül se volt, tehát önkielégítés során sem, vagy nem is próbálta az önkielégítést. És akkor ez egy egészen más téma, mint hogyha mondjuk a párkapcsolatban egyszerűen kialakult az a rutin a két fél között, hogy túl gyors az aktusnak a lefutása. És nem meri azt mondani, hogy figyelj, nekem több időre lenne szükségem, mert azt hiszi, hogy azzal ő csökkent értékű. Ugye van a fejünkben egy olyan elképzelés, hogy az csettintések kell hogy jöjjön nyilván a, a, a Különböző pornó, ö, filmek is ugye erről szólnak, hogy, hogy ott aztán ö, végtelenítve minden megtörténik, és, és egyik orgazmusból megy a nő a másikba. És akkor ez van a fejemben, ha ezt így kéne megélnem, de valahogy érzem, hogy ez nem megy, hát akkor inkább eljátszom, és akkor, a, a, akkor kialakul egy ilyen. Hát a, a, a szexualitás az a hazugságnak a terepévé válik, és egyre távolabb kerülünk attól a lehetőségtől, hogy felvállaljuk, hogy igazából mi is történik velünk. Mert ha az elején becsaptalak, akkor hogy mondom azt, meg mondjuk egy év múlva, két év múlva, húsz év múlva, vagy hát egyébként ú, nekem ez így nem jó, ez így kevés, nem is ezt a. Ö, pozíciót részesíteném én egyébként előnybe. Szóval becsontosodik ez a, ez a hazugság részévé válik az együttlétnek, és ez becsontosodik és rutinszerűen csináljuk a dolgokat. És elvész egy tényleg egy komoly lehetőségünk arra, hogy, hogy valami nagyon jó dolgot megéljünk együtt. Miközben a, a férfi nem feltétlenül veszi azt rossz, sőt, nem veszi rossz néven, hogy ha te azt mondod, hogy figyelj, nekem ez így és így esik jól, próbáljuk ki, hogy hogy Ahogy mondjuk, a testem, amikor uh -huh. így csinálsz, mondjuk. és Ahogy látom. mondjuk, az egy nagyon fontos dolog, és akkor itt most már nem is csak a szexről beszélünk, hát hanem úgy egyáltalán, hogy hogyan tudom elmondani a másiknak, hogy hogy érzem magam, hogy mire vágyom, úgy, hogy ő ezt ne sértésként vegye, ehhez kell azért ő, ő is, kell a másik is, hogy ne ne támadást véljen felfedezni az én igényem, az én vágyam mögött, hanem, hanem egy lehetőséget arra, hogy egymást jobban megismerjük. Hiszen kialakíthatok én magamban egy képet rólad. És akkor azt mondom, jó, ez mozdíthatatlan. Ezt így eldöntöttem, hogy az én szememben te milyen vagy, és nem engedek semmiféle befolyást erre a képre. Vagy azt mondom, hogy én láttalak valami ennek a kapcsolatunk elején, és folyamatosan engedem, hogy újabb és újabb információk tőled bejönjenek az én rólad kialakított elképzelésembe. Ma magyarul egy ilyen állandó megismerési folyamatban vagyok veled, az nyilvánhat arra, hogy én magammal hogy vagyok, és ez hat a kettőn között lévő kapcsolatra. És hogyha ezt meg tudjuk tenni kölcsönösen egymással, akkor végtelenül izgalmas tud lenni az életünk egyébként is, és a, és a szexualitásban is. Hiszen mindig kérdezésben vagyunk. Jó, ez így. Ez neked milyen? Hogyha így csinálom, azt, azt hol érzed a legerősebben. Mm, ez most hogy esik neked? És nyilván ez kölcsönösen zajlik, és ez az ismerkedés magunkkal is. Mert ugye arról beszélünk nagyon sokszor, hogy önismeret, de ahhoz, hogy én jól ismerjem magam, ahhoz kell a másik, akin keresztül élményeket szerzek saját magammal kapcsolatosan. Egy ilyen végtelen nyitottság lenne nagyon optimális a kapcsolatokban. Hát az önismeretnek egy elég fontos része a maszturbálás, ha belegondolsz. Ugye a kamaszok pszichoszexuális fejlődésének egy egy sarkalatos pontja az, hogy megtanulja a teste élvezetének a tapasztalását. Tehát, Mi hogy esik jól, igen. hogy esik jól, milyen tempóval, milyen erősséggel, milyennek kell lenni annak az érintésnek. Ö, igen, ez... Ö, ennek természetesnek kellene lennie, hogy ez van, erről lehetne, sőt, kellene beszélni a, a családokba, és erről szépen kellene beszélni egyébként azokon a felvilágosító órákon, amik a részei mondjuk a, a, az oktatásnak, ugye általános iskola, tudom, 7.-8. osztályában. Erről lehetne nagyon szépen beszélni, még kamaszokkal is, akik egyébként nyilván a ezt, ezt, a témát, ezt azért így igyekeznének így. Nyilván nem a szüleikkel akarják megbeszélni. Igen, nyilván nem, a szüleikkel, és nem uh -huh. a tanárokkal, tehát, hogy, de hogy erről lehet szerintem szépen is beszélni. És mondjuk azok a gyerekek, akiknek korai gyerekkoruktól természetes hogy beszélnek az érettségüknek megfelelően a testükről, a arról, hogy hogyan születik a gyerek, és mi történik, és nem tudom én, a a a hogyan fejlődik a baba, hol, miért, nem tudom én. Akiknek ez természetes, sokkal könnyebben veszik ezt a kamaszkori időszakot is. Amikor egyébként ők maguk is ugye nem tudják hova tenni azt, ami, ami velük történik. Szóval, hogy nekik is hozzá kell szokni a saját testi változásokhoz. Az elején mondtad azt a példát, amikor az ember véletlenül rányít mondjuk a kamaszára, és éppen önkielégítést végez, és hogy akkor ne az legyen, hogy, de akkor akkor mi legyen? Tehát, hogy azért az egy sok egy szülőnek, amikor a, a gyereke mint egy, egy ilyen szexuális kontextusban van egyszer csak ott előtte. Hát akkor sok, hogyha azt gondolod a gyerekedről, hogy hát olyan szeplőtelenül és áltatlanul születik. Már a fogantatása is az Már volt. Már a fogantatása is az volt. Becsuktuk a szemünket, és sötét volt. Akkor sok. Egyébként pedig nem sok. Egyébként pedig nem az. És erről lehet, tehát hogyha ugye mindig azt mondjuk, hogy a, a gyereknek a tünete az, az elsősorban is a szülőről szól. Hogyha én magamban rendbe tettem a saját testemhez, szexualitásomhoz, saját nem tudom, én, maszturbálásomhoz való viszonyomat, akkor nem fogok sokkot kapni attól, hogy ja, gyerekem is hú, ő csinál ilyet, és van teste, és ne talán majd majd szexuális életet él majd az életében. Hát, hmm. Na jó, de, és akkor megint visszajutottunk ide, hogy hányan vagyunk rendben a saját maszturbálásunkkal kapcsolatban. Hogy felnőtt emberek adott esetben párkapcsolatban, házasságban élve mondjuk önkielégítést végeznek. Hát én, én, biztos vagyok benne, hogy a hallgatóink között lesz olyan, ki azt mondja, hogy hát nem már, hát itt vagyunk egymásnak, hát nehogy már a férjem, vagy a nehogy Isten én meg pláne ne, hogyha egyszer itt van a lehetőség a szexre, ugye általában ilyenkor jön egy somás más ö, ítélet, hogy ezt biztos azért csinálja, mert én nem vagyok neki elég vagy Úristen, amit csinál, az, az fú, hát ilyet, ilyet csak a, nem tudom én, azok a, a perverzek csinálnak ilyet, aki párkapcsolatban él, az nem csinál ilyet. Mert, hogy hogyha párkapcsolatban él, és ilyet csinál, akkor nyilván Úristen valami akkor baj félre van. csúszott, akkor yeah. valami baj van. Itt, itt megint a, a kérdés, hogy miért? És akkor erről lehet beszélgetni, hogy miért én ezzel, hogy vagyok, milyen félelmeim kapcsolódnak ehhez az ő önkielégítéséhez, milyen önértékelési kérdések merülnek fel bennem kapcsolatban. Hát, hogy tudod, a, a sarkos ítéletek, azok, azok nem segítenek abban, hogy kezeljünk, megoldjunk, megértsünk helyzeteket, és ez itt megint az önismeret, hogy mitől véd engem egy-egy ilyen sarkos ítélet. Nyilván azt gondolom, valamitől véd. Mondjuk attól, hogy közel menjek az ő érzéseihez, az ő világához, mert azt gondolom, hogy ott valami olyat fog találni, ami nekem rossz lesz. Ami, Tehát kiderül, hogy én tényleg nem vagyok elég jó neki, hogy én kevés vagyok, hogy másra vágyik. Ellenben, ha kérdezek, akkor, akkor nagyon gyakran egyfajta ilyen közelebb kerülés tud kialakulni, hogy aha, értem, hogy ő ezt neki, ez, ez mit hoz az életébe. Miért fontos? Lehet, hogy nem is fontos neki. Mit pótol? Lehet, hogy semmit nem pótol, egyszerűen csak része az életének, és ez nem valami helyet van, hanem ez egy olyan élmény a, a, a számára, ami ami akkor is van, hogyha egyébként párkapcsolatban élünk. Itt megint ugye, nagy kérdés, hogy mit gondolunk magunkról, hogy a szexuális lénységünket elfogadjuk-e, elismerjük-e, és ahhoz van-e egy egészséges viszonyunk? Az is egy nagyon érdekes helyzet egy párkapcsolatban, amikor, amikor feladat lesz a szex. És ezt nagyon sokszor látom, hallom magam körül, olvassunk történeteket akár a VMN-en is, hogy, hogy, egyszerűen állati nehéz és sok munka mondjuk megélni a szexualitásunkat és, és kellő energiát beletenni egymás és a saját magunk felfedezésébe és az élvezetébe, élvez, amikor az ember dolgozik, otthon van az egy, kettő, három, nem tudom hány gyerek, és amire időnk meg energiánk, mire időnk lenne, energiánk nem marad, vagy energiánk lenne, de lehetőségünk nincs. Szóval, hogy, hogy ezt nehéz megoldani a modern házaspárnak, én azt látom. Mert a párnak nem csak a szex lesz feladat, hanem az a kapcsolat lesz feladat, mert annyira elforgácsolódunk egyébként a létfenntartásban, az életünk napi szintű menedzselésében, hogy Mire egymásra kellene találni, akár csak annyira, hogy megkérdezzem a másiktól, hogy, hogy hogy vagy, arra már nem marad erő, és akkor még ehhez kellene, hogy hozzájön, hogy jó, akkor még, még valahogy testileg is egymásra kellene találni, vagy magunkra kellene találni. Egyébként magunktól is eltávolodunk. Azt látom, hogy a, hogy nagyon-nagyon sokan egy ilyen. Egy ilyen diszociált állapotban uh, élik az életüket. Tehát, hogy valahogy így máshol vannak, mint a, ahol egyébként a testük van. Hogy uh, hogy folyamatosan ilyen gondolatok, feladatok, terhek uh, járnak a fejükben, és, és nincsenek is jelen a, a saját életükben. Én szoktam mondani pácienseknek, hogy most akkor hunyd le egy picit a szemed, és szed vissza magad önmagadba. Tehát, hogy a, azok a gondolatok, azok a cikázások, amik, amik, amik kivisznek téged saját magadból, azt így húzd vissza, kezd el megélni a testedet. Ugye a mindfulness training, ez pont erről szól, hogy éld már meg magad, legyél magadban egy kicsit, ne a külvilágba létez, hanem, hanem érkez vissza önmagadba. Hát ez sem egy. És akkor csodálkozunk azon, hogy, hogy feladattá válik a szex. Hát na na. Hát na, na. amikor odarakom a testemet, és akkor várom, hogy azzal valami ott történjen, hogy azt tudja mondani, hogy megvolt a heti két-három aktus, amiről azt gondolom, hogy az, az, kellő mennyiség ahhoz, hogy nem tudom én, a párkapcsolatom az jól működjön, és, és a, a, a páromnak ne legyenek hiányérzetei. Van egyébként olyan, hogy kellő mennyiség? Mindenkinek a saját mennyisége a kellő mennyiség, és akkor öm, vagyunk szerencsések, hogyha ez egybeesik a párunkéval. Tehát, hogy kívülről én nem tudom megmondani, hogy neked, neki, bárkinek mennyi a kellő mennyiség. Mert ami neki kellő, a másiknak nem kellő. Jó, hát oké. <laughs> oké, csak mert ugye annyira, annyira tényleg ez a, ez a heti két-három, ez tényleg egy ilyen mítosz, úgymond. Hogy, hogy az a normális, úgy mi a normális, tudom, de hogy az a normális kapcsolat, ahol, ahol azért heti két-háromszor van szeretkezés. Ezt mondják. Ezt mondják, de ezt, ezt miért mondják. mondják? Ezt mondják. Ezt, hogy alakult ki, ez a mítosz? azt tudja? Annyi mindent mondanak. <laughs> Jó, igaz. E, és hát aztán, ha valami, akkor a szexualitás tele van mítosszal, meg, meg ilyen illúzióval. E, egy picit még beszéljünk a vágyról. Hogy hogy ébred a vágy, hogy azt hogy ezt meg lehet-e újra találni, ha már egyszer meg volt, hogy ezt föl lehet, hogy lehet azt fölébreszteni magunkban és egymás, egymásban. Hogy, hogy van ennek a dinamikája? Hát, nem, nem, nem hiszem, hogy erre egy ilyen, um, nem tudom én, három mondatos receptet tudnék mondani. Tíz mondat? Hát a, a vágy, a, a az a közelség iránt ébred fel, hogy, hogy jó lenne, hogyha valaki közel lenne, lenne hozzám. Um, és ebben alakul ki az, hogy, hogy fizikailag mi történik majd velünk. Um, ez, egy, ez egy ilyen játék, um, egy ilyen tánc, hogy elindulunk, és akkor belemelegszünk a történetbe. Van, van amikor tehát, hogy ez talán a férfiaknak más, máshogy működik, nem talán, hanem ez konkrétan tudományosan hogy működik a vágyciklus, mint a, a nőknek, A férfiaknál nem? máshogy működik, náluk megjelenik a vágy, amit követ ugye, az izgalmi állapot, ami aztán a, 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 a testi megnyilvánulásának, a vágynak, és aztán megtörténik maga az orgazmus, és utána indul el egy ilyen egy nyugalmi ö, idő, vagy nyugalmi állapot. A nőknél ö, ez így ö, mozoghat, tehát a, a fizikai ö, izgatásra is megjelenhet a vágy. Uh -huh. De, tehát, ez hogy fontos különbség. Ez egy fontos különbség, hogy ö, hogyan hozzuk magunkat olyan állapotba, hogy vágyunk a szexre, hogy ö, lehet, hogy az elején még nincs olyan nagy kedve a, egy nőnek. Az aktushoz, de hogyha kellő érzékenységgel nyúlnak hozzá, akkor felébred benne a vágy. Uh -huh. Igen. Tehát a nő a, a másik vágyán keresztül a nőben a másik vágyán keresztül is ébred a vágy. De egyébként ez azt gondolom, hogy a, a férfiban is ugyanígy megjelenik, hogy ha azt él, érzi, azt éli meg, hogy vágynak rá, akkor ez mindenképpen egy ilyen stimulációként hat. Ma még nem idéztem Eszter Perelt. Hát, akkor Na, vaj, most fogom. Szóval, hogy ő neki volt egy, egy nagyon jó tettókja, ami ugye arról szólt, amiről egy picit már beszéltünk itt, azt hiszem, a szerelemadásban. Hogy, vágy, hogy lehet vágyni arra, ami a miénk, ugye a hosszú távú kapcsolatokban. És hogy nagyon érdekes az, el, az elmélete, hogy a szerelemnek és a vágynak ellenkező hatású, ellentétes irányba mutató vektorai vannak. Tehát míg a szerelemben a biztonságra válsz, a közelség, közelségre válsz, a megszokottságra, az ismerősségre válsz, addig a vágy az, ott a, ott a, a vágyat az ébreszti föl, hogyha, a távolság, meg az újdonság, meg a frissesség uh -huh. ébreszti föl, és hogy ezt a kettőt milyen nehéz összehozni, miközben mindannyian olyan szerelmi kapcsolatra vágyunk, ami hosszú távon is tartalmaz vágyat, és képesek vagyunk vágyni arra, aki a, a miénk vagy hát aki mellettünk van. És, bocs mond, még egy mondat, hogy volt egy, egy, beidézett egy olyan saját kutatását, ami 20 országból töltötték ki a kérdőíveket a, a paciensek, hogy hogy mikor vágysz a leginkább a partneredre, ezt kérdezték, és hogy azt, azok voltak a válaszok, hogy amikor olyan, olyan szitukat, szituációkat idéztek föl, hogy amikor távol volt, nem volt ott, hon húzamosabb ideig, vagy, vagy, egy, vagy színpadon volt, vagy valami olyan, mint amén előadást tartott a kollégáinak, és akkor egy olyan, ilyen kicsit elérhetetlenebb szerepet játszott épp az életében, és hogy a, ez ezeket a távolságokat lehet érdemes behozni a szerelmi kapcsolatba, annak érdekében, hogy a vágy felébredjen, ez az ő, uh -huh. ez az ő elmélete. Igenis, um, ugyanis ő azt gondolja, hogy a, ebben ugye, hogy a, a szerelem és a biztonság a kialakulásával ö, ott az ismerősség. Egyébként nincsen. Ö, nekem a Sue Johnson, aki az érzelem fókuszú párterápiának a, az anyja, az ő elmélete nagyon szimpatikus, ő egyébként a kötődés elméletből kiindulva mondja azt, hogy, hogy igazából a, a másikhoz újra és újra közel tudsz kerülni, tehát hogy a másikban mindig van egyfajta ismeretlenség, és hogyha a cél, tehát hogy itt, itt nem az a cél, hogy egy, legyen kicsit távol ahhoz, hogy én vágyjak rá, hanem jöjjön inkább mindig közelebb, Aha, közelebb, hiszen a másikban mindig van egy ismeretlen rész, amire én nyitottsággal, kíváncsisággal tudok reagálni. Tehát, hogy minél közelebb kerülünk egymáshoz, annál több ismeretlen területet tárul fel a másiknak. És igazából ez egy látszólagos ellentmondás a, a Perel és a, a Johnson között, mert én azt gondolom, hogy, hogy a, amit a Perel mond, hogy, és rálátok a páromra egy új helyzetben, és akkor olyan ismeretlen és távol van, igazából, ő mindig ilyen, csak én ezt ezt nem veszem észre. Tehát, hogy, hogy ugyanaz az ember áll a színpadon, aki egyébként este velem ágyba bújik. Csak olyan természetesnek veszem, hogy csak és kizárólag bizonyos részeit látom meg. De hogyha nyitott vagyok rá folyamatosan, akkor nem kell neki távol kerülni ahhoz, hogy én felfedezzek benne addig nem látottat hanem pont attól kezdek el felfedezni, addig nem látottad, hogy egyre közelebb és közelebb kerülök hozzá. Amit nem látok, az olvasók az az volt, hogy annyira egyetértettem veled, hogy be beleütköztem a mikrofonomba a kezembe. Uh, igen, és ezt viszont nagyon nehéz sokszor uh, magunkban, uh, hogy mondjam, felébreszteni. Ezt a, ezt a nézőpontváltást, ezt a rálátást, ezt a... Ezt a... Hát figyelj, Kíváncsiságot. a kíváncsisághoz azért a kíváncsiság, tudod, az olyan, amikor az ember fáradt, akkor bocs, te nem kíváncsi. Mm -hmm. szóval akkor azt mondja, hogy Istenem annyi inger élt, annyi minden történt velem, hogy most így kimerültek, lemerültek az elemeim, elfolyt a libidóm, nincs már ugye ez az, az életenergiám, most töltődnöm kell. Ö, és itt kellene egy ilyen. Egy ilyen huszárvágással ugye eljutni odáig, hogy hát de ez a kölcsönös egymáshoz közelkerülés lelki és testi értelemben is, az egy töltődési élmény lehet, az egy erőforrás lehet. Szóval a szexben egy párkapcsolatban nem elmegy még energia, hanem onnan jön energia. És hogyha ezt képesek vagyunk így átfordítani, hogy, jaj, nem hiszem, úristen, most kedv van még, akkor, hú, még egy negyed óra, oké, azt még oda kell tennem, hanem, hogy, ú, akkor most lesz nekünk, és nem mondom, hogy mennyi időnk, de most lesz egy kis időnk arra, hogy, hogy, szeretkessünk, hogy szeretve legyünk, hogy gyengétséget éljünk meg, hogy legyen egy kis ciróka, és ez a napnak a jó része, hogy, hogy, ez itt most tudod, mint a haba tortán. Tehát, hogy, hogyha így kezdünk el erre gondolni, akkor az a fáradtság egyébként, ami ott van bennünk, az talán kezelhetőbb. De hogy ezt kölcsönösen kell megkreálni, ezt a milliót. Akkor talán érdemes ezzel párhuzamosan a magyar nyelven is egy picit finom hangolni, és nem úgy hívni, hogy amikor orgazmusunk van, hogy elmentem, hanem úgy, hogy megjöttem. Megjöttem. Igen. Ez jó, ez nekem mm. tetszik. Akkor innen folytatjuk a második évadban. Mindenkinek nagyon-nagyon köszönjük az első évadban tanúsított figyelmét és megígérjük, hogy hasonló izgalmas témákkal jövünk, és szerintem még a szexről is fogunk beszélgetni, mert például a szexuális fantáziákról nem is, meg ha azok nem passzolnak az ágyban otthon, vagy fejben, arról még nem is beszéltünk, szóval maradt még bőven téma még sok-sok évadra. Én nagyon szeretném megköszönni neked, Noémi, hogy belevágtál velem ebbe, a, ebbe az utazásba, amit beszélnünk kell, podcastnak hívunk. Én nagyon élvezem, Ugyanúgy, ahogy te és nekem is ez a szerelem projekt most, és, és, azt gondolom, hogy folytassuk. Igen, én is ezt gondolom, és nagyon köszönöm a lehetőséget, meg nagyon köszönöm, hogy, hogy hallgattok minket, nagyon köszönjük így mind a ketten. Jó itt lenni. Úgyhogy jövünk vissza. Köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a Beszélnünk kell podcast. Első évadának záróadása, Filákovics Radojka szerkesztőnk nevében is köszönjük a figyelmeteket. Jövünk még vissza a VMS stúdiójából. Sziasztok! Sziasztok!